Galló István, a pedagógus szakszervezet elnöke a vendégünk. Jó estét kívánok! Ugye elhangzott itt a bevezetőben, hogy szeptember 1-től minden állami önkormányzati köznevelési intézményben pedagógus munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy a Magyar Pedagógus Kar tagjává válik. Mi értelme van ennek? Hát ezt talán nem tőlem kellene megkérdezni. Na, hát kitől kérdezze meg, hanem egy magyar pedagógus sok egyik vezetőjétől, mint érdekvédőtől. Én ugyanis nem értem. Azért én mégiscsak azt mondom, hogy ezt a törvény kitalálójától kellene megkérdezni, hogy miért tartják fontosnak és időszerűnek, hogy most létrehozzanak egy ilyen magyar pedagógus kart, igazán milyen funkciót szánnak neki. A parlament elé benyújtott tervezetből tudjuk, hogy mit szánnak neki. Elsősorban egy szakmai érdekvédelmi szervezetnek kívánják ezt felépíteni. Talán sokaknak elkerülte a figyelmét az a közhasznú munka, amit a tanulóknak az érettségi letételéhez ezt az 50 órás munkát el kell végezni. Na ez a Magyar Pedagógus Kar szervezni, ellenőrizni annak a végrehajtását, tanácsokat is osztogatna ezzel kapcsolatban, és ez a pedagógus kar alkotná meg a pedagógusok etikai kódexét, és különböző lépcsőkön kiépülve azt ellenőrizni is, hogy az etikai kódexben leírtak szerint éle dolgozik-e a pedagógus. Na, és azt hogy fogja ellenőrizni? Ez egy kicsit nekem a... Most, hogy így elmondta, kicsit arra emlékeztet, amikor itt volt a Magyar Szülők Szövetségének az elnöke, és ő találta ki ugye azt, hogy ne oktathasson etikát azon. De ugye nem Keszei úrral akar összehasonlítani. Nem, de csak az jut eszembe, amit ő mondott, erről az etikai kódexről, hogy na majd akkor, mert hogy a pedagógus kar fogja megalkotni a etikai kódexet, egyrészt, hogy mi lesz ebben az etikai kódexben, és nem az lesz benne, hogy ne lehessen pedagógus az, aki mondjuk otthon pornófilmet néz, csak hogy Keszei úr legmarkánsabb ismérvére hívjam fel a figyelmet. Még nem ott hagyott mindenkiben az igen, illatkozata. Szóval, hogy, de mi ez az etikai kódex? Etikai kódexről általában az az embernek az érzése, vagy a véleménye, vagy a tapasztalata, hogy na az, ami soha nem működik. Se a választási etikai kódex nem működik soha, se semmilyen etikai kódex. BBC etikai kódex sem működik a magyar közmédiában, sehol nem működik etikai kódex, de mindig nagyon jó kitalálják. Egyesek véleménye szerint szükséges lenne a pedagógus társadalomnak megalkotni egy ilyen etikai kódexet, amelyben olyan dolgokat írnának le, amihez a pedagógus tartsa magát, úgy viselkedjen, most ezt nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, mert ez méltó a magyar pedagógushoz. De hogy viselkedjen? Mondjon már most, hogy viselkedjen a pedagógus? Szeretném mindenkinek a figyelmét ajánlani. Ne verje a gyerekeket vonalzóval. Bocsánat, nem, mert azért azok a szabálytalanságok, amelyeknek jogi következményei vannak, azokat a mai jogszabály rendezi. Nem erről van szó, ezek inkább olyan normák, amik jogszabályban nem foglalhatók. Szerintem elég sok a szubjektív elem, de hogy körülbelül milyen egy ilyen etikai kódex, mindenkinek felhívom szíves figyelmét, kicsit böngészen, 95-ben Hoffmann Rózsa asszony már csinált egy etikai kódexet, egy pedagógus etikai kódexet. Pedig még nem is tudta, hogy államtitkár lesz. Feltehető, de nem is vezették be. Feltehetően ez az etikai kódex is valamilyen hasonló lesz. Na most a pedagógus társadalom ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy egy része azt mondja, hogy nem kell, nem szükséges. A másik része pedig azt mondja, hogy de igen kell, és talán a közvélemény is hajlik arra, hogy igenis egy pedagógusnak a viselkedése, ne csak a közoktatási intézményben, hanem az iskola falain kívül is sugározzon egy olyan mintát, ami mindenkinek minta, és ez egy ilyen kódexben leírásra kerüljön, hogy körülbelül mi az, ami egy pedagógustól elvárható. Na most, hogyha nem így viselkedik, akkor az állami pedagógus kar felépítése, és benne ez az etikai bizottságok, a területi és az országos bizottságok, hát ellenőrizni fogják, hogy a pedagógus az előírásoknak megfelelően viselkedik-e. Hogy?
Hát ki fog épülni ez a rendszer, és ebben ez besugó a veszélyes. Besugó rendszeren keresztül? Vagy majd a diákoktól begyűjtik az észrevételeket, hogy Vilma néni mit csinál a történelem órán? Ne, ezt én nem mondtam, de nem, hogyha nem valaki mondta, nagyon... Bennem merül föl ez a kérdés. Hát az elhangzottak után talán nagyon szélsőséges esetben ilyenre is lehetne gondolni. Én azt gondolom, hogy elég félelmetes. Ma a közoktatásban és a pedagógus társadalom nem állami pedagógus karra és etikai kódexre vágyik. Leginkább ráadásul arról is... Inkább életpálya modellre, ami most veszni látszik a 93 milliárdos zárolással. Az már régen elveszett, azt kell, hogy mondjam. De mindig azt mondták, hogy majd ősszel. De még egy picit erre az etikai kódexre visszatérve, tehát azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy a köztisztviselőknek, vagy a rendvédelmi dolgozóknak a karát megalkották, ezt a pedagógus kart is egy elhatározott és egy nagyon kemény kormányzati szándék volt arra, hogy megalkossák. De azért azt szeretném elmondani, hogy ezzel kapcsolatban mi két dolgot el tudtunk érni, arról lebeszélni, vagy meggyőzni az államtitkárságot, hogy ennek most nincs aktualitása, nem sikerült. De ez nem fogja helyettesíteni az érdekvédelmi, bármint a szakszervezetet, hiszen a mi szempontunkból ez a legfontosabb. Ez egy szakmai érdekvédelmi szervezetté kívánják kifejleszteni, és a leírt előterjesztésben benne van, hogy nem sértheti. Együtt kell működni a reprezentatív szakszervezetekkel, és nem sértheti a szakszervezeteknek a munkatörvénykönyvében és a KIT-ban leírt jogosítványait. Ez az egyik, ami szakszervezet számára nagyon fontos, és talán a kollégák számára is megnyugtató. A másik pedig, hogy az etikai eljárás, mert ez egy eljárás, ha valakit etikai eljárás alá vonnak, a bíróságon jogorvoslati lehetőség van. Ez az eredeti változathoz képest, az eredeti előterjesztéshez képest, ez két olyan dolog, ami hát megnyugtató, nem tudom, megnyugtató-e, ha valamit fölülről elrendelnek, és bele tuszakolják az embereket, akár akarják, akár nem, hogy már pedig te ennek a magyar állami pedagógus karnak a tagjává kell, hogy váljál. Ha ön azt kérdezte, hogy megnyugtató, akkor én válaszolok hogy a magam nem. Laikus mi voltában. Egyáltalán megnyugtató. Nem megnyugtató. Köszönöm szépen, hogy köszönöm itt szépen. Volt.